A Kecskemét Aumori Magyar-Japán Baráti Kör 25 éves évfordulója alkalmából tartott vasárnapi ünnepi közgyűlésen jubileumi emléklapot adtak át az alapítók és a működésben kiemelkedő szerepet vállalt taktársak és támogatók együttműködők számára. Az összejövetelen, amelynek fővédnöke dr. Vihar Judit, egyetemi tanár, a Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke volt, a megjelentek rövid visszatekintéseket, kis előadásokat hallhattak Aumoriról. Az emlékek Felidézését japán italkóstoló és sushi falatozás segítette.